Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim, Szenes Andrea vagyok. Biztos önök is átélték már, vagy saját maguk, vagy közeli ismerősök, családtagjuk által, azt, amikor hirtelen valakiről kiderül, hogy beteg, nagy Isten súlyosabb beteg, rákos, akkor mindent megpróbál megtenni az egészségéért. Amellett, hogy orvoshoz jár, csodagyógyszereket kutat. Viszonylag kevés támpontunk van ilyenkor, hogy mi az, ami valóban hasznos, és mi az, amivel esetleg meg is előzhetjük a betegséget. Különösen fontos erről beszélnünk, mert Magyarország több mint 20 éve világelső a daganat okozta halálozásban. Miért vagyunk mi világelsők, és hogyan védekezhetünk? Mielőtt szakértőink megoldásokat kínálnak, ismerkedjünk meg közkedvelt sztárunk személyes történetével. Fogadják szeretettel Kovács Erzsit! Nagyon örülök, hogy ilyen nehéz témában elfogadtad a meghívásunkat, hisz a betegségről, a nehézségeinkről beszélni nem könnyű dolog. Elmondanád nekünk a gyógyulásod történetét? Ez mindenkinek egy borzalmas sok, amikor az orvos közli vele, hogy rossz indulatú daganatot találtak. Hát ezt át kellett élni. Azt mondta az orvos, nézzük meg a vesét, és találtak egy rossz indulatú daganatot. Rettenetes érzés volt. Az egész családomban soha senki nem volt rákos beteg, senki. Igaz, hogy engem abban az időben nagyon sok stressz ért. A lényeg az, hogy egy hét múlva már műtőasztalon voltam, és kivették a bal vesémet. De hát én nagyon makacs vagyok a halállal szemben, nem hagyom magam. És én két hét múlva már gyomláltam a kertbe. Utána kellett mennem további onkológiai vizsgálatra, akkor megállapították, hogy a mellemben is van egy rossz indulatú daganat, megint műtét. Úgyhogy tulajdonképpen ez volt a legtragikusabb, mikor egy nő úgy érzi, hogy elveszti a nőiességét. Akkor volt bennem egy olyan érzés, hogy feladom. Szóval eddig volt az életem, szép volt, rossz volt, de itt van vége. Pszichiáter járt hozzám, aki a lelket tartotta bennem, hogy azért nem olyan tragikus ez a helyzet, mert ettől még tovább lehet élni. Én ebbe így 10 kirömmel kapaszkodtam bele. A lényeg az, hogy az utolsó 6 évben 9 műtétem volt. Na most kérem szépen, én még mai napig itt vagyok, és élek, és virulok. Hála is. Hála Istennek jobban nézel ki, mint valaha. Jaj, de drága. Mi volt az, ami átsegített a nehézségeken? Tulajdonképpen az élni akarás. Az élni akarás. Én elmondhatom azt, hogy nekem volt nagyon sok szép az életemben, nagyon sok rossz az életemben, de mindig úgy éreztem, hogy én még nem éltem eleget. Tehát én úgy kapaszkodtam az életbe, és én mindent megcsináltam, most ez senki önök között nem fogja elhinni, hogy a vesem műtétem után 3 héttel én már felléptem. Nem mondom, hogy hú, de fickos voltam, az túlzás, de bizony, mikor a harmadik dalomat énekeltem, akkor már éreztem, hogy ömlik a nyakamon a veríték, kezdek elgyengülni, de kitartottam, mert az a véleményem, hogy ha az ember belemerül abba, hogy júj, de nagyon beteg vagyok, és én halálos beteg vagyok, és én soha többet ember nem leszek, akkor az a vég. Tehát én bennem azt tartotta a lelket, hogy én mindjárt elmentem fellépni, soha senki nem tudta rólam, hogy rákos beteg vagyok. Senki nem tudta róla, és hála a teremtőmnek, hogy elmondhatom azt, hogy makkegészséges vagyok. Téged egy ország szeret. A művészet mennyire játszott szerepet a gyógyulásodban? Talán az embereknek a szeretete. Én fiatal koromban, én akkor már nagyon-nagyon népszerű énekesnő voltam, de ilyen szeretetet én, mint most, vénségemre, én ilyet nem kaptam soha. Elénekelni nekünk egy olyan nagy magyar slágert, amiről ma már kevesen tudják, hogy te vitted sikerre, te adtad elő először. Igen, én erre nagyon-nagyon büszke vagyok, mert
1956-ban én énekeltem el először ezt a dalt egy filmen, egy ilyen kis film volt, varieté film, volt benne humor, tánc, zenekar, sajnos nem adták le soha, de viszont ez egy óriási sláger lett, és utána ezt már nagyon-nagyon sokan elénekelték, és mai napig is éneklik, és én, ameddig élek és erőm van, addig fogom énekelni. Thank you.